neked is méltányolni kell, hogy ez sok mindent jelent, hogy egy gyerek feljön Debrecenből, faluról, ugye, és aztán add elő. Hát én előadtam. A zenei emlékeim nagyon koraiak. Édesapám nagyon szépen hegedült. A lányok azok mindegyik tanult zongorázni, nem zongoráztak brilliánsan, de zongoráztak, és mindenki énekelt, nem utolsó sorban. És arra emlékszem még, ez elég rég volt, hogy édesanyámtól örökölhettem az althangot, mert mikor apám hegedült, akkor anyám énekelt, és az a bársonyos szoprán mély hang, az nekem nagyon tetszett, aztán mindent eltanultam tőlük, mind a kettőtől. Hát 18 évesen az ember egy gyerek, pláne ha van három nővére. Az súlyos bitok körülmény meg nem csak súlyos bitok körülmény, hanem nagyon hasznos is, mert a felnőttek hibáiból, erényeiből a legkisebb az mindent elvett. Mégis tanult tőlük, mindent megtanult tőlük, jót, rosszat, ami jött. Minden gyerek. Apám és anyám részéről különböző megjegyzések hangzottak el, ami nem éppen gyerekfülnek való, hogy képzeltem én ezt kislány létemre egyedül felmenni Pestre. Mondtam, hogy ez nem lesz egyedül, mert nagynénémék raknak ott, és biztos lesz egy divány vagy egy ágy, ahol elalhatok, vagy nem tudom. Magyaráztam a nem magyarázhatókat, főként a nem magyarázhatókat, mindent elmagyaráztam. Aztán utána volt egy kis csönd. Tehát lakni van hol, a többit pedig majd segít mindenki nekem. Azt nem tudom, hogy és ki, és miért. De gondoltam, hogy na. 10 órakor ott álltam a bizottság előtt. Este 10-kor tettek a vonatra, nem aludtam semmit. Reggel 5-kor megérkeztem, már nem lehetett aludni semmit sem. Énekelek. Úgy énekeltem, hogy 4 dalt kellett egymás után elénekelnem. Mert még mondták, hogy még ezt, még azt, még almaszt. És a végeredmény az volt, hogy nem az első akadémiára vettek fel, hanem rögtön a másodikra. Az ember menzán étkezett, rengeteg órája volt, mindenféle zene, történelem, minden. Ezek az évek nagyon bonyodalmasak, nagyon hasznosak voltak. Nagyon élveztem néha őket, meg féltem tőlük, ha felelni kellett. Hát szóval vegyesen úgy, hogy minden iskolával az ember általában van. Ha jól emlékszem, a Magyar Színházban volt a felvételi vizsgája az operatanszakosoknak. Na most, kiáll egy gyerek, össze van húzva a bársonyfüggöny, kiáll egy gyerek a szélére, lent a zenekari árokban van egy zongora, ott zongorázik, valaki kíséri a gyereket. Na mostan, ha nem jól énekelek, akkor a legjobb, ha meghalok. Rögtön, világos. Aztán gondoltam, hogy van egy jobb is. Így megfogtam a bársony függönynek a szélét, hogyha nem jól énekelek, akkor elájulok, és a bársonyfüggöny olyan szépen rám borul. Szóval minden el voltam készülve, amire csak el lehet készülni. Az igazság az, hogy felvettek, hál' Istennek.
És itt van egy életnek a kezdete és a vége is, mert aki az operatán szakad, elvégezte az operaénekesre. A Filharmónia szólistája voltam, aki rendszeresen énekelt a rádióba. Azt hiszem, hogy a Edittel együtt, Fábri Edittel együtt, azt hiszem először énekeltünk a Filharmóniába koncerten. Szóval kicsit összemosodnak már az emlékek, de azt tudom, hogy az élvonalban voltunk. Hát akkor jön az utad, amit, ha tetszik, ha nem tetszik, végigjársz. És lettem továbbra a Filharmónia énekesnője, a konzervatórium tanára, később az akadémia tanára. Egy tanítványnál egy házi buli volt, ahol Garin is hivatalos volt. És akkor rögtön én csapottam a társasággal, este elmentünk, és én ott azon az estén ismerkedtem meg Szűcs Gabival, meg a Zsédeni Adriánnal. És annélkül, hogy bármi olyan előzménye lett volna a dolognak, hogy másfél órát beszélgettünk kint az erkélyen. Aztán sokáig semmi, és aztán egyszerűen megalakult a Kátöklapszik. Csak az érdekes, hogy amikor összeismerkedtem velük, akkor rögtön az első estén. A telefonom. Mert én amikor indultam, én rögtön úgy gondoltam, hogy én majd leszek egy ilyen operett, aztán később az opera felé hajló ember. Aztán ebből más lett, és ugye hát az olyan, meg kell tanulni a közös éneklést, a vokális éneklést, és egy vokálisból adódóan egyre több olyan dolog elég szívódott, amiből gyakorlatilag a kezdeti Kátöklap Singer táplálkozott. Nekem ő gyakorlatilag azon kívül a kaput, azon kívül a torkomat is kinyitotta, tehát nézd, ember csinált belőlünk, tehát nekünk, akik ide jártunk hozzá, hogy járunk hozzá, hát én ugye eléggé linkdiák vagyok, ilyen tekinted a mostanság, de azért csak 4 évig, heti 3 órát én is azért végig énekeltem, és az hihetetlen volt. Aztán egy idő után már eljutott egy olyan szintre a dolog, hogyha volt mondjuk olyan, hogy játszottam, szerencsém volt eljátszani 2 vidéki színházba, a West Side Story-ba a Tonyt, az nagyon nehéz volt, mert nem csak énekelni kellett, hanem prózában nem akárhogy üvöltözni. Hát engem rendszer mindig elment ahol. Na most hát nem is, akkoriban még nem voltam ilyen rutinos, úgymond olyan tekintetben, hogy tudtam volna kezelni ezeket a dolgokat. Én jó ráparázós voltam, én ahogy kell, nekem a premierre ugyanúgy, hogy van elment a hangom. Persze este semmi baj nem volt, csak hát nézd, a délután felhívtam Olganit, és telefonon keresztül azért, hogy beszéltünk, hogy hallottam a hangját, hogy beszél, azáltal helyre rakta a hangomat. Szóval nekem ilyen szinten beleivódott a lelkem legmélyebb alá, lehet ezt mondani. Olganinek az egyik nagyon kemény, de célra vezető módszer az, hogy az első időben szinte nem is törődik az új tanítványa. Egyszerűen azért, mert egyrészt nem az a típusú ember, aki nem nagyon tud nemet mondani. Jön egy tanítvány, akkor őt elkezdi tanítani. Beengedi a lakásába. Vagy amikor még ugye iskolába tanított, akkor a tanteremben. De utána ne várja azt valaki is, hogy a következő egy évben komoly órákat eltöltsön az akkoránál. Nem, ugyanis nem ez a... De neki akkor még, aki ott új ember, az a dolga, hogy üljön és hallgasson. És tegye össze a kezét, hogy egy ilyen embernek a szobájában ülhet, és hallgathatja azt, amit ő mond. Ugyanis amit ő mond, annak minden szava szentírás ének tekintetében. És hogy hallja azokat, akiket ő már megtanított, vagy elindított egy olyan úton, vagy kinyitotta azokat a kapukat, amiről beszéltem. És hogyha kellőképpen türelmes, akkor észre fogja venni, hogy egy idő után ő kerül oda.
és ő rajta keresztül fogja megmutatni Olga-néni másoknak. Ez egy természetes lemorzsolódása. Azt gondolom, hogy akinek nincs türelme ezt kívánni, annak nincs türelme azt se kívánni, hogy a szakmában elérjen valamit. Ha az ember tisztességes ember, jó szívű ember, senkinek nem okoz problémát saját magával, sem ő vele, akkor már kevesebb a probléma, nem? Nekem tudnom kell, hogy az ő fejében mennyi olyan képesség van, felfogó képesség, amit ha én át akarok neki adni, azt fel tudja fogni. Tehát itt az, aki nekem úgy ismeretlen, mert ő vele, mindenkivel beszélgetek előbb, de nem énekeltetem, mert először akarom tudni, hogy van itt neki valami, vagy nincs. Furcsa, hogy énekta már ilyet mond? Pedig nem furcsa. Csak azt jelenti, hogy ha hangszert tanítanék, vagy bármi, mindennek technikája van, mindeniknek adottságai vannak, egyéni adottságai vannak minden hangszernek. Tehát azt meg kell érteni, azt fel kell fogni, azt meg kell próbálni, tudni, gyakorolni. Mert ha ő nem gyakorol, akkor mire tanítom? Semmire. Hát minden. De én azért vagyok bizalmatlan az emberekkel szemben, hogy addig, amíg én nem ismerem, hogy nem tudom, hogy kicsoda. Nem a nevére vagyok kíváncsi, ő rá. Hogy ő ki. És amíg nem tudom, hogy ki, addig mit csináljak vele? Addig mire tanítsam? Hogy hazudni a leghasznosabb ezen a világon? Nem tudok. Életemben nem hazudtam. És ehhez tartom magam. És azért mesélem el ezt ilyen részletesen, mert az az érzésem, hogy mindenki részére nagyon hasznos. Tudnék a hazugságra, hogy mondják a közmondást, hogy hamarabb utolér, mint a sánta kutyát. Ugye? Aki az életet kitalálta, az éje végig.